Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Változtak a felvétel eljárás szabályai a Nyíregyházi Egyetemen, így aztán sokkal könnyebb lesz majd oda bekerülni. Erről is szó esik ma, jöjjön az étlap. Fejlesztés, bővül a csapadékvízelvezető rendszer fényes litkén. Döntés, újabb elemekkel bővült a megyei értéktár. Változás, módosult a felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Bővül a csapadékvízelvezetési rendszer fényes litkén, 6 utcában fejlesztik, korszerűsítik a hálózatot. Erről a beruházásról is kérdezem fényes litke polgármesterét, Márta Mihály Tibort. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a televízió nézőit! Polgármester úr, beszéljünk akkor először erről a fejlesztésről. Pontosan miért volt rá szükség, és mi történik majd a településen? Közel 2 évvel ezelőtt gyertünk területi operatív programból forrásokat. 2 nagy belvíz öblözetet érint ez a községünk területén. Ennek az össz bruttó értéke közel 1 milliárd forint, de ettől sokkal olcsóbban nyilvános közbeszerzéssel meg tudtuk pályáztatni, és a Nyíregyházi Kevíz ZRT nyerte ezt a beruházást. Jelenleg, ami különleges ennél a csapadéki hálózat felújításnál, hogy a lehulló csapadékvizet nem azonnal kiengedi, hanem megadja azt a lehetőséget egy csendesebb esőnél, hogy a vízmegtartás megtörténjen a községbe. Azt jelenti, hogy ne azonnal kimenjen a betonozott árokból, tehát speciális mederlapokkal lesz ez elkészítve, illetve a kimenő részeken pedig olyan tisztító rendszer, hogyha véletlenül autómosás után bekerül ebbe a rendszerbe víz, akkor ez megtisztulva megy ki a nyitott száraz földmedrű csapadékvizető rendszerbe, a külterületibe természetesen. Sokszor az a probléma, hogy amikor sok a víz, akkor az a baj, amikor kevés, akkor meg az a baj. Ezek szerint figyelnek mindenre. Igen, természetesen. 2000-ben volt nekünk egy komoly belvíz probléma, ahol kb. 700 lakást érintett a károkozás. Tehát ekkor felvetődött a település vezetésében, hogy meg a lakosságnak is igénye volt, hogy ezt a keletkező nagy mennyiségű vizet próbáljuk minél hamarabb elvezetni. Bár ma már ugye bejött ez az oszás időszak, ebben módosítani kellett, így, hogy szokták mondani, a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, tehát egy köztes megoldást találtunk. Mekkora probléma a belvíz a településen? Itt igazán most jelenleg 2000-ben volt igazán belvízzel nagy problémám, amikor ugye nem igazán mozdultak a vizek, hiszen a talaj annyira telített volt vízzel, hogy a kutak színültig voltak, a pincék tele voltak, és hiába szivattyúzták, ugye nem lehetett hová. Igazán nem is a belvíz, hanem most már azt mondom, a víz hiány, hiszen nálunk is, mint szerintem az egész országban, a legnagyobb probléma, hogy a talajvizek nagyon mélyen vannak. Ugyanúgy probléma ez a sok magas talajvíz, illetve a hiányos talajvíz szint is, hiszen mind a kettő például a lakások szerkezetében ugye változást okoz. Hány utcán, ugye 6 utcában lesz majd ebben változás, mit fognak érzékelni a településen élők, míg zajlik a munka, és utána mivel lesz jobb, mit fognak észrevenni? Inkább azt mondom, hogy kicsit szebbé is válik a település természetesen, illetve megakadályozzuk azt, hogyha a nagy csapadék érkezik, akkor a közterületekről eleve nem fog befolyni a magánterületekre, hiszen úgy kell látni, hogy a közterületeknél ugye 1-2600 rész például az én tulajdonom, ez azt jelenti, hogy ott, ami képződik csapadékvíz, annak ha kárt okoz egy magánembernek, ott azon a területen élőnek, akkor azt jelenti, hogy én okoztam részben kárt a ottaniaknak, tehát a községnek a vezetés ugye kiért felel a 2600 ember összvagyonáért, tulajdonáért. Tehát mi ugyanúgy tulajdonosok vagyunk, mint egy per egyben egy magántulajdonos. Tehát mi is okozhatunk kárt, és ezt a károkozást így elemi csapásként a vízben mi ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. Természetesen ugye a lakosság hiába van ugye vízügyi törvény, ami azt mondja, hogy a csapadék vizet, ami az embernek a saját területén az ingatlanán keletkezik, azt ott kell ugye mentesíteni, de jellemző az, és különösebben nem is problémázunk, megengedjük, hogy ahol közel van csapadékvíz hálózat, akkor ott a lakos belengedheti a saját udvarán levő csapadékvizet. Más fejlesztés miatt is fontos most fényes litke, bölcsöde ügyben lesz erről a lépés, pontosan miről van szó. Igen, hála Istennek növekvő a lakosság számunk, nagyon sok fiatal költözik, élhető a település, ahogy 2000-ben meghatároztuk a 2000-től 2030-ig szóló fényes liget falu megújító koncepciós programban, városias falu szeretnénk lenni, város szolgáltatások területén, városi színvonal szolgáltatások területén, közúttól kezdve humán infrastruktúrába és így tovább, természetesen pedig falu maradjunk abban, hogy ha valaki bajban, akkor első között ott vagyunk, és akkor segítünk.
Ugye Fényes Litkétnek a nevét onnan is ismerheti az egész ország közvéleménye, egy hatalmas beruházás zajlik, jelenleg lassan végéhez ér. Ez a nagyon modern, Európában is ritka logisztikai központ, egy vasúti átrakó, vagy talán annál több is. Hol tart most ez a beruházás, és milyen hatással van most, és lesz majd a településen élőkre? A lakosság szám részben ezért is növekszik, hiszen jelenleg 104 embert foglalkoztatnak kimagaslóan jó fizetéssel. Úgyhogy még el sem indult, igaz? Így van, hiszen ugye megvan a működési engedély, de ugye 3 hónap próbaidőnek kell lenni, hiszen amikor jönnek a nagyobb mennyiségű áruval, akkor természetesen ugye készen kell lenni nem csak az informatikának, hanem azokat az informatikát kezelő szakembereknek is, illetve vasúti dolgozóknak. Hol tart most a beruházás? Várhatóan ebben a hónapban lesz az ünnepélyes átadás, most lesz egy nemzetközi konferencia szervezés alatt van Budapesten, és utána szeretné a befektető majd a ünnepélyes megnyitót. Amúgy készen áll most már minden, abszolút kiváló csapatot ismertem meg, hiszen voltam már egy bejáráson természetesen, minőségét tekintve a létesítményeknek tényleg világszínvonalú, az a technológia, ami dolgozik, robotika, az szintén. Ugyanez. Hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki még ilyet nem látott, már pedig nagyon sokan nem láttunk még ilyet? Igen, megérkezik egy szerelvény, akkor annyi van, hogy körülötte vasutasok vannak, akik megnézik, hogy a beérkező szerelvénynek az állapota milyen. Ha valamelyik vasúti kocsival probléma van, akkor van egy hatalmas sindaruk, vannak természetesen, oda mennek, leakasztják ugye két oldalra a szerelvényt, az kiemeli oldalra, azt viszik a közelben levő kocsijavítóba, visszazárják a szerelvényt, tehát nincs olyan, hogy most el kell tologatni a hibás vagon miatt például az egész szerelvényt, akár egy órát vagy két órát. Ezen kívül a konténereket gépek mozgatják, tehát senkit nem látunk a közelében, hanem klimatizált szobában vannak fiatal, 18-20 éves fiatal srácok, illetve lányok, akik egy joystickkal ülnek képernyő előtt és játszadoznak, és profi módon a gép, és a különleges az, hogy 5G van a területen, tehát okos daruk vannak, azt jelenti, hogy érzékeli azt, hogyha véletlenül nem úgy fogná meg, akkor is korrigálja. Illetve már digitálisan leolvassa azokat az adatokat, ami a konténere van, ez rögtön felmegy a műholdra, azt jelenti, hogy aki egy konténeren árut ide szállított, ide érget az áruja, onnantól kezdve tudja követni Európa vagy akár Ázsia irányába, hogy merre van. Tehát közvetlenül tudja a kis okostelefonján figyelni, hol van a konténere. Ugye ez egy magánberuházás, nem állami, nem önkormányzati, de hatással van a településre. Említette polgármester úr, hogy többen költöznek oda fiatalok is, és még hosszú távon milyen hatással lehet ez a Fényes Litkére? Igazán nem maga az iparizási adóbevétel az egy dolog, hanem inkább azt tudom mondani, hogy egy komoly munkakultúrát hozott be a térségbe, ami kihívás a többi nagybefektetőnek, aki már jelenleg van Kisvárda, illetve abban a térségben, ahol nem csak, ahogy nagyon jól mondta a befektető, hogy az, hogy csúcs technológiát 40 milliárdot beleköltöttek és nyitott felülről, tehát azt jelenti, ami kell, az lényegtelen mennyibe kerül, de amellett legfontosabbnak a csúcs technológia mellett az ember tartja, és hiszen orvosi rendelő, fogorvosi rendelő van, fehér öltöző van, azt jelenti, minden szolgálat után tiszta ruhát kapnak az emberek, tehát tényleg az ember az első a technológia helyett. Pedig ma már ugye Nyugat-Európában az a jellemző, hogy a csúcs technológia, ilyen hard, meg ilyen soft dolgokról beszélgetünk, igazán az emberről legkevésbé, és ez egy kiemelten egy jó beruházás, egy mintát ad a térségünkbe lévő befektetőknek is, hogy lehet jönni, ez a színvonal fel van a lésztéve. Ugye alapvetően arra a koncepcióra épült ez a logisztikai központ, hogy ugye keletről nyugat irányba, vagy visszafelé. Most ugye Ukrajnában háború zajlik, ez mennyiben befolyásolhatja ennek a logisztikai központnak a működését? Én február 24-től a közösségemmel kijárunk, segítjük a ukrán barátainkat, donorokat szereztünk, nagyon sok donor, tehát közel 100 millió forint értékbe vittünk ki árukat. Voltam Melnyiszkibe, amit most lőttek ugye az oroszok ugye tegnap, aztán voltunk Bucsán, vittünk agregátorokat és így tovább. Azt kell látni, hogy Nyugat-Ukrajnában nem igazán érzi ember a háborúnak a mozgását. Jó, vannak nagyobb a forgalom és így tovább. Igazán Kelet-Ukrajnában van ott a nagy probléma, tehát előbb-utóbb én bízok benne, hogy benő a fejelágya amerikai vezetőknek, az orosz vezetőknek, az ukrán vezetőknek, és leülnek valamilyen módon tárgyalni, hiszen értelmetlen itt áldozatokat bizonyos területekért, vagy akármiért is tenni. Újjá fogják építeni Ukrajnát. Ehhez pedig azért szintén kell áru nyugatról, illetve értékes áru, ami nem ömlesztett áru, illetve azért Ukrajnában is visszaáll, reméljük a gazdaság, onnan is fog jönni majd értékes áru, ami konténerbe kell szállítani. Tehát valójában nem ez a cég mozgatja az árut, ők csak A-ból átpakolják B-be.
Tehát a széles nyomtávról átpakolják normára, ez lehet kamion is, meg konténer is természetesen áróval, illetve veszélyes gázok, és így tovább. Itt az a lényeg, hogy itt többi 40 logisztikai cég, ezek között Európa méretű nagy logisztikai cégek is itt vannak, irodát bérelnek, most új irodaépületet fog építeni a cég, akkor az érdeklődés. Tehát valamit ezek a szájtbezó cégek tudnak a jövőt tekintve, meg hát miért ne tudnák, hiszen előbb-utóbb a történelme mindig is úgy volt, a háború után azért béke jön, és újjáépítés. És ők már így a fészket így megrakták fényesítkén, és akkor végre tőlük függ az, hogy az áru milyen mennyiségbe fog érkezni. Hát ez így legyen, még egy kérdés, ha már ugye még most tart a háború, és az számunkra nem csak a menekültek miatt fontos, hanem az energiaválság miatt is. Fényeslitkén hogyan kell esetleg optimálisabban működni az önkormányzatnak, az intézményeknek ahhoz, hogy valahogy ezt a teret ezt túléljük? Vannak-e már döntések vagy elképzelések? Talán ugye szegényebb gyermekeként nevekedtem, meg általában ott a körzetemben is, és odáig eljutottunk, hogy ma már azért anyagilag az ember biztonságosabban él. De ebből következőleg én azt tudom mondani, hogy megtanultunk felmenni a fára, ugyanúgy le kell tudni nekünk jönni, tehát egy jó világ után most jön egy nehezebb időszak, de akkor nem kell, attól nem kell bepánikolni. Azért nem biztos, hogy le fogunk esni. Ha arra kell törekedni, most visszább kell kapaszkodnunk. Jó, nehezebb ugye az embernek hátra is menni, meg a fáról lemenni, könnyebb felmenni, mint lejönni, de ehhez hozzá kell készülni. Nem legrosszabb tanácsadó, ha nézzük állandóan a médiában a pánikeltést, így van. Tehát nem szabad. Én azt mondom, hogy jó Istenbe kell hinni, meg egymásban, egymás kell segíteni, és pont egyre jobban most kell egymás odafigyelni. Nálunk például az intézményeket úgy fogjuk, most akármilyen rezsicsökkenés lesz, igenis mi például a futball VB-re, a művelődési háznál szurkolói rendezvényt fogunk tartani, tehát pontosan most nem kell bezárni a közintézményeket. Ezt mondom a kollégáimnak is, hogyha hallják a televízióban, hogy teljesen másképpen akarjuk felül a lovat, mert most kell igazán még jobban a közösségre odafigyelni ebben a nehéz időszakban, hogy hitet, reményt adjunk az embereknek, illetve tanácsot, ötletet, amit a magunk módján tudunk. Természetesen, ha nincs energia, akkor nem, de akkor is van kiút, akkor össze fogunk bújni, bocsánat, mint a pingvinek, akkor se fogunk megfagyni. Így legyen. Köszönöm szépen. Polgármester, hogy vendégük volt. Más témával folytatjuk. Újabb két taggal bővült a megyei értéktár, a Kótai Ibrány fráter kúria és a Vajai Tó került a listába. A döntésről szóló tájékoztatón Hellebrand Enikő járt. Legutóbb szeptember 21-én ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. Ezúttal is számos javaslatot kaptak, mi az, aminek a megyei értéktárban lenne a helye. Kivételesen azonban nem csak új értékeket tudtak felvenni a listára, egy korábbi bővítése is megtörtént. Nagyon sok javaslatunk volt, és valóban a legutóbbi bizottsági ülésen ebből túl sok nem került be a megyei értéktárba. Kettővel bővült az értékek sora, így most már 153-ról 155-re nőtt a megyei értéktárba szereplő értéklista. És ez a két érték, ezek én úgy gondolom, hogy azért szimbolikus értékei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és még mielőtt ezekről mondanék pár szót, azért azt még megemlíteném, hogy Pető Ferenc professzor úrnak a munkássága is újra terítékre került, aki ugye a hazai, illetve a megyei gyümölcstermesztésnek úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges és igazi legendája, és az ő munkáját, azt a javaslatot, amellyel ő már bekerült a megyei értéktárba, azt Lenti István professzor úr kiegészítette, így vált most már teljessé az az anyag, és úgy gondolom, hogy professzor úrról így is természetesen szeretnénk még inkább megemlékezni, hiszen nagyon büszkék vagyunk rá, és jó egészséget kívánunk neki. És megemlékeztünk sajnos egy szomorú dologról is, hiszen Puskás Nándorné nemrégen halt meg, aki az értéktárnak a tagja volt, és ez volt az első értéktárbizottsági ülésünk, ahol ő már nem tudott részt venni, nem tudott köztünk lenni. Nagyon sajnáljuk azt az űrt, amelyet ő maga után hagyott, azt nem igazán tudjuk pótolni. Úgyhogy az értéktárbizottság róla is megemlékezett. És ugye két érték pedig bekerült, az egyik az az Ibrányi Fráter kúria, amely úgy gondolom, hogy egy különleges irodalmi és épített öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, tehát irodalmi érték is, hiszen rengeteg olyan különlegesség fűződik hozzá, akár mondjuk ugye az Egy Magyar Nábokról, hogyha beszélünk, akkor természetesen mindenkinek rögtön beuglik, hogy miért is lett Jókai utca egyébként az utca, ahol ez a kúria áll. Ez a kulturális örökség kategóriában kapott helyet. A javaslatot Holmár Zoltán történész nyújtotta be. Egy olyan épített örökségről van szó, amely egyedülálló a megye történetében. Irodalmi szempontból is, hiszen Jókai Mór az Egy Magyar Nábok című regényében Kárpáti János személyt részben a
Kasti egyik lakójáról, Ibrányi Ferencről mintázta meg, aki tulajdonképpen mintául szolgált Józsa Gyurival, a Tiszafüredi Nábobba egy személyben, és ezen kívül az épület egy irodalom történeti szempontból is fontos mérföldkő, hiszen nem csak Jókai köthető az épülethez, hanem például Kacsó Pongrác, aki a János Vitéznek a megzenésítője volt, ő gyakran megfordult a századfordulón a kölmenni családtagjaként a rokonságban át ugye a családban ebben a kastélyban. Illetve Kazinczy Ferencet is meg tudnám említeni, hiszen a kastély építetője Ibrányi Antal volt 1815-ben, és az ő édesanyja Ibrányi Károlyné Krajnik Mária rokonságban állt Kazincival, és egy alkalom 1800-ban meg is látogatta, Kótaiban is vendégül is látta a neves írót, nyelvújítót. A népnyelv csak Pillérkastélynak szokta nevezni az épületet. Ennek ugye az az oka, hogy több tulajdonosa is volt az épületnek. Ibrányi, illetve Fráte családon kívül ott volt még a Pillér család is az 1930-as években, és tulajdonképpen ennek a kastélynak az utolsó lakói is ők voltak. Név szerint pedig ugye Pillér Zsigmondi Tahi Eszter 1945-ig. Tulajdonképpen mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ugye 1953-ban megkapta ezt a rangos elismerést. Ennek ellenére az 50-es évektől kezdve folyamatosan pusztulásra volt ítélve az épület, a 80-as években kezdték a felújítását az épületnek, és tulajdonképpen egy több szakaszból álló hosszú folyamatnak a végére értünk a 2010-es évek végén. Elnyerte a kastély tulajdonképpen azt az állapotát, ahogyan kinézett eredetileg is. Egy empíres stílusú épületről van szó, tehát átmenet a barokk és a klasszicista közötti korszakok között, tehát 1815-ben épült épületről van szó, ami ékessége még az épületnek a gyönyörű díszteremben lévő freskók, ahol a 9 múzsa látható. A másik különlegesség, amely bekerült a megyei értéktárba, a Vajai tó. A 78 hektár kiterjedésű őstó a szabadon látogatható természetvédelmi területek közé tartozik. Ráadásul az ország azon ritka helyei között tartják számon, ahol még fellelhetők az úszó lábszigetek, és megfigyelhetők az azokon megtelepedett különleges, jégkorszakból visszamaradt ritka növények is. Sőt, állatvilága is nagyon változatos, így ez a tó is méltán került be a megyei értékek közé. A Vajai tónak a javaslata az nem is olyan régen volt egy értéktáros vetélkedő itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a döntőbe jutott csapatoknak az volt az egyik feladata, hogy készítsenek olyan javaslatot, amelyet ők úgy gondolnak, hogy a megyei értéktárban lenne a helye. És a Ridens szakiskolások készítették el azt a javaslatot, amelynek az alapján a Vajai tó bekerült a megyei értéktárba, és az értéktárbizottság is úgy döntött, hogy ez a javaslat mind minőségében, mind pedig az értéknek a jellegéből fakadóan bizony érdemes arra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bővüljön a Vajai tóval és természetvédelmi területtel. Ezen a kettőn túl azonban számos javaslat érkezett még a bizottsághoz, ezért a döntésnél szigorúan kellett bírálni. Azt próbáljuk figyelembe venni, hogy mennyire a megyére jellemző egy érték, mennyire határozza meg a megyei identitást. És ennek a szellemébe szoktak születni a döntések, hogyha valamiről úgy gondolja a bizottság, hogy bár érték, de igazából csak egy helyi közösséget, egy települést vagy egy kisebb közösséget érint, akkor az az érték ugyanolyan fontos, de talán azt a helyi identitást erősíti inkább, és akkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor a települési értéktárba kezeljék. Másrészt pedig azért van nekünk egy jogszabályi kötelességünk is, és ott sem nem tehetjük meg mindig azt, hogy amit mi gondolunk, hogy felvegyünk azt a megyei értéktár részévé tegyük, hiszen ha valami nem szerepel még települési értéktárba, akkor az első lépés mindig az, hogy települési értéktárba szerepeljen, és ilyenkor szintén vissza szoktunk jelezni a javaslattevőnek, hogy ezt tegye meg az adott vagy érintett települési vagy tájegységi értéktár felé, és utána egy következő javaslattal újra a megyei értéktárbizottság elé kerülhet, amennyiben az megérkezik hozzánk. A Megyei Értéktár Bizottság tehát továbbra is várja a javaslatokat a honlapon található adatlap kitöltésével. Így a következő ülés alkalmával újabb értékeket tudnak majd felvenni a már 155 tételből álló listára. Változnak a felvételi eljárás szabályai a Nyíregyházi Egyetemen. Jövő nyáron már kicsit talán könnyebb lehet majd bejutni a képzésekre. A módosításokról kérdezem Kósáné dr. Billanics Ágnes oktatási rektor helyettes. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívánt. Jó estét kívánom, üdvözlöm a kedves nézőket. Ugye országosan változik a rendszer, a lehetőségek bővülnek, kinyitja a kapuját gyakorlatilag minden egyetem, így a Nyíregyházi is. Mi az, amiben észlelni fogják majd a hallgatók a változás és mikortól?
Valóban így van, elérhetőbbé válik a felsőoktatás, és elérhetőbbé válik ezáltal a Nyíregyházi Egyetem is a jelentkezők számára. A jogszabályi környezet módosítása 2023 és 2024-es felvételi eljárásokra más-más eljárási módot határoz meg. 2023-ban dönthettek arról a felsőoktatási intézmények, hogy emelt szintű érettségi vizsga nélkül is be lehet jutni, így a Nyíregyházi Egyetemre is. Lehetőségük volt arra, hogy meghatározzák, hogy az eddig jogszabályban rögzített minimumpontokat és szakterületi pontokat kívánják érvényesíteni szakjaikon. A Nyíregyházi Egyetemen ezeket a pontokat nem kívánjuk érvényesíteni a szakokon. Ezek viszonylag magasak voltak, tehát a törvényben meghatározott 240-280 foszk és alapszakos pontok mellett ez akár 300 vagy 400 pont minimumot is jelenthetett a pedagógus képzés vagy a gazdálkodási és menedzsment szak vonatkozásában. Ezek a nagyon magas szakterületi minimumpontok sok esetben elterelték a hallgató és érdeklődési körükhöz képest más szakokat jelöltek meg. Most újra kinyitjuk előttük a lehetőséget, hogy ezen a szakterületen bekerülhetnek arra a képzésre, amit szeretnének. Nagyon fontos kiemelni, hogy a 2023 évi eljárásban a pluszpontok érvényesítése a 2022 évi szabályozás szerint kerül meghatározásra. 2024-ben egy újabb autonómiát kaptak a felsőoktatási intézmények, melyekben a 2023-ban már meghatározott, tehát hogy emelt érettségi nélkül és minimumpontok nélkül be lehet kerülni az intézményekbe, ezeket mi örökítjük tovább, és 100 pont erejéig minden felsőoktatási intézmény egy saját pontrendszert alakíthatott ki arra vonatkozóan, hogy milyen területeket és milyen módon, milyen jogcímeken, milyen arányban kíván preferálni. És a Nyíregyházi Egyetemen ez mire lehet még plusz pontot kapni? A Nyíregyházi Egyetemnek is, mint minden felsőoktatási intézménynek, egy stratégiai döntést kellett hozni, amelyhez alapvetően meg kellett határozni, hogy mi az ő helye, szerepe, mind a felsőoktatásban, mind pedig munkaerőpiaci szempontból. Mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a régió felsőoktatási intézménye vagyunk, beiskolázási körzetünkben azokhoz a sajátosságokhoz kívántuk igazítani, ami a megye hallgatójelöltjeinek legfőbb jellemzője, és igazítva ahhoz, hogy támogassuk, segítsük vele a régióban való munkaerőpiaci ittmaradásukat. Különböző jogcímeket határoztunk meg, és minden olyan tudást szeretnénk többletpontokkal értékelni, amelyben vagy tanulással, vagy munkaerőpiacon szerzett tapasztalattal valaki többletmunkát és többletismeretet szerzett, mire gondolok. Természetesen továbbra is pluszpontokkal kívánjuk azokat támogatni, akik emelt szintű érettségivel jönnek be a rendszerbe, bár ez nem kötelező, előírás, bátorítjuk, támogatjuk őket erre a döntésre. Fakultációról hozott tudás, értékeljük különböző szinteken és különböző területein, hogy írásbeli vagy szóbeli a nyelvvizsga meglétét vagy sem. A Nyíregyházi Egyetem ez volt talán azoknak a legfontosabb, a tanulmányi versenyeken való eredmények mellett, még őt ezt kihagytam a listába, ez volt talán azoknak a támogatása, akik jelenleg érettségi előtt állnak és az iskolapadban ülnek. Azok felé is szeretnénk nyitni, akik már korábban érettségiztek. A korábban érettségizetteknek egy részének nem volt lehetősége, mert még nem abban a rendszerben érettségizett, hogy emelt szintű érettségije legyen, vagy amikor ő érettségizett, nem volt kötelező emelt szintű érettségit tenni, és a 2022-es felvételi eljárásba ők a hagyományos érettségükkel nem tudtak bekerülni. Számukra is szeretnénk többletpontokat adni, mert ők már jelenleg a munkaerőpiacon vannak, és azt a munkatapasztalatot, vagy az onnan hozott tudást, vagy a korábbi meglévő szakképesítéseket, diplomákat, OKI végzettségeket is szeretnénk pluszpontokkal díjazni. A harmadik nagy területünk az esélyegyenlőség. Minden olyan törvényben meghatározott lehetőséget, amely az esélyegyenlőség jegyében támogatja azokat a fiatalokat, akiknek csak ezzel van lehetőségük bekerülni a felsőoktatásba, mint többletpont, ezt természetesen mi is továbbra is támogatjuk, illetve gondoltunk a határon túli hallgatókra is, a nemzetiségi nyelvből és irodalomból tett érettségire, és természetesen számukra a jövőben is pluszpontot adunk. A törvény lehetőséget biztosít a plusz 100 pontos rendszeren túl a honvédelmi katonai ismeretekre, a plusz 16-32
és plusz 32, azaz 64 maximum pontig a támogatásoknak az odaítélésére, mivel Nyíregyháza egy honvédváros és hagyományai vannak a katonai képzéseknek, természetesen szeretnénk ezeket a hallgatóikat is itt tartani. És a legnagyobb terület, ami mindenkire is vonatkozik, és amiért nem szakterületi, szakra való jelentkezéseknél is differenciáltan 30-100 pont között többletpontokat kívánunk adni, ez a sport. Egészen a sportegyesületi tagság versenyzéstől az olimpiai éremszerzésig, nyilván ebben nagyon széles a skála. Azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek mind-mind azokat a hozott tudásokat validálják, amelyekkel egy hallgató sokkal biztonságosabban be tud ülni a egyetemi padokba. És egy új formátum, amit többletpontokként díjazunk, de igazából egy új aktivitás. A törvénye, a jogalkotó lehetőséget kívánt adni arra, hogy míg a korábbi rendszerekben nem ismertük a hallgatójelölteket, most a felvételizőket előzetesen megismerhetjük. Felvételi érettségire előkészítő kurzusok szervezésében támogatjuk pluszpontokkal a kurzusok elvégzését, illetve felsőoktatási tanulmányokra előkészítő kurzusokban kívánjuk megmutatni tudásunkat, illetve megismerni a hallgatóinkat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel mindenkinek élnie lehetséges és szükséges, hogyha jelentkezni kíván hozzánk. Ez elég széles spektrum, amilyen pluszpontot lehet kapni. Most én azt nem kívánom, hogy mindent sorolja fel, de mondjuk egy emelt szintű érettségért a 100-ból mennyi pontot lehet körülbelül kapni, hogy hogyan kalkuláljon egy hallgató, egy diák? Az emelt szintű érettségi az tantárgyanként 50 pontot jelent a Nyíregyházi Egyetemen. Tehát akkor rögtön már a felét. Akkor a rögtön meg lehet. Amit nagyon fontos tudni egy jelentkezőnek, hogy mi nagyon széles skálát kínálunk, ő maga 100 pontnál több többletpontot nem gyűjthet. Ha több többletpontja van, akkor is 100-at fogunk számára jóváírni. Talán amit kiemelnék, az egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzus, az érettségire felkészítő kurzus, ezekben önmagukban is el lehet érni akár a 100 pontot is. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg az egyetem honlapján található táblázatszerűen jól átlátható, transzparens, könnyen értelmezhető ponttáblánkat, és az alapján próbáljunk meg kalkulálni és számolni. Melyek azok a képzések, ahol esetleg ez valóban könnyítés jelenthet? Mert nyilván vannak azok a slágerszakok, oda így is, úgy is nagy lesz a jelentkezés, a jelentkezők száma, adott esetben túljelentkezés. Hol lehet ez esetleg az egyetem számára egy jó lehetőség, hogy ott egy kicsit bővítse a felvehető hallgatók számát? Hát jóslatukban mi sem szeretnénk bocsátkozni, mert megindult a felsőoktatásban egy jó, kézzel igazán jól megfogható versenyhelyzet. És mivel a környezetünkben lévő, közelünkben lévő nagy egyetemek is hasonló gondolatokkal, a hasonló szakterületen, ugyanakkor is ugyanazokat határozták meg, így nyilván azokon a területeken tudunk, azt gondolom, előnyöket szerezni, ahol egy picit közelebb tudunk menni a hallgatóktól. Valóban vannak a népszerű szakok, amelyeknél a hallgatók, bár nagyon komoly feltételek kellettek hozzá, mert 300 is, vagy 400 pont az egy nagyon-nagyon komoly feltétel volt az állami finanszírozásnak, de mégis ezeken a szakokon ragaszkodtak a hallgatók hozzá, választották ezeket. Ezeken a szakokon még mindig várunk emelkedéseket. A megyében igazán fontos volna, mivel van egy nagyon komoly pedagógus képzésünk, hogy minél többen egy kicsit és bátrabban jelentkezzenek a pedagógus képzés bármely szakterületére. Amit még talán kedvezmény a hallgatónak azon túl, hogy a bemeneti feltételnél nincs emelt szintű érettségi, hogy ezeken a szakterületeken, például a pedagógus képzésben is, ennek alap és mester szintjén is, kimeneti feltételként sem lesz kötelező a nyelvvizsga. Uh-huh. Tehát azon is el kell gondolkozni, hogy van egy kitárt kapu, nyitottabb feltételekkel, és a kimeneti feltételeket is meg kell nézni, mert így már egészen más ennek a képzőhelynek a versenyképessége, mint sem ez korábban volt. Tehát könnyebb bekerülni talán valóban egy vagy szélesebb ajtókon azoknak is, akiknek eddig nehezebb volt, de a kimeneti feltételekben is vannak, ahol egész komoly kedvezményekkel bírunk, és talán ezzel kívánjuk a megye régió munkaerőpiacán minden szakterületen akár egy picit orvosolni,
a munkaerőhiányt. Akkor ez a plusz 100 pont, ez majd 2024-től, most aki most végzős és most jelentkezne ugye a jövő évi képzésekre, ott még csak akkor a korábban elmondottak igazak. Tehát itt az emelt szintű érettségi nem kell hozzá. Így van, minimum pont sem kell. És az sem kell. Lehetnek természetesen neki is pluszpontjai, de a 2022 évi szabályozás szerint, ahol az egyetemeknek nem volt lehetőségük arra, hogy a jogcímeken belül külön differenciálják a pontokat, tehát ott a 2022 évi pontszámítási többletpont szabály az érvényes. Na hát remélem, hogy jó hírekkel szolgálhattunk a mostani végzős diákoknak, meg a mostani 11-eseknek is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg. Én is köszönöm. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket, addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.